Borsod délelőtt. BOM, a Budapesti Olimpiai Mozgalom Magyar Sportért Alapítvány, az egyik kurátora Nyúl Sándor, köszönöm szépen, hogy eljött, és hát egy új lendületet vett ez az alapítvány, ami azt hiszem korábban talán egyesület volt, és itt valami nagy változás történt. Minden esetre 35 millió forinttal elindították ezt az alapítványt, aminek az a célja, hogy az olimpikonok, akik tényleg az életüknek a 99%-át arra fordítják, hogy a saját sportágukban a legtöbbet és a legjobbat hozzák ki, ugyanakkor fontos az, hogy mégiscsak tanuljanak, és utána az életben, ha úgy adódik, más területen is bizonyítsanak. Bár nekem volt olyan sportoló az évfolyamtársam az egyetemen, akik úgy jártak bevizsgázni, hogy tudtuk, hogy meg kell, hogy kapják a jó eredményt, mondván, hogy az élete másik területén viszont nagyon tehetséges, és nagyon sokat dolgozik, és azt kérdeztük magunkban, hát nevet nem mondok, mert senkit nem bántanék meg, hogy vajon mi a csodának jár egyetemre, ha csak a jegyeket iratja be. Tehát lehet, hogy erre most tud nekem választani, hogy ez az ingyen diploma, ez miért kell, vagy kellett annak idején a sportolóknak, az élsportolóknak? Én azt gondolom, hogy akkor egy elég széles gyakorlat volt. Nyilván ebbe az volt a probléma, hogy a pályakezdőként ugyanezt a promóciót már nem kapta meg, tehát elbukott a következő gyakorlati vizsgán. Egzisztenciális probléma is fakadt ebből nagyon sok, ugye én is rengeteg sportolót ismerek, aki viszont hosszú ideig sportolt, nem igazán futott be, és mondjuk 35 évesen ilyen felkészüléssel pályakezdő ügyvédként kiállt a pályára. Szóval ezeket is szeretnénk megelőzni. De hogy lehet ez? Tehát beleszorítani valakit az egyetem padjai közé támogatással, mert hát ez egy az ösztöndi rendszert próbálják kidolgozni, de hát az ideje nem lesz azért több egy olimpikonnak. Én azt gondolom, hogy ez inkább a tanári vizsgáztatói lojalitást pótolja, olyan értelemben, hogy ad egy kis anyagi hátteret ahhoz, felismerve, hogy valóban kevesebb az ideje. Tehát ön is tud rengeteg ellenpéldát, ahol jó sportolókból ragyogó üzletemberek, szakemberek lettek, orvosok és művészek is. Tehát szerintem ez mind minden más nem általánosítható. Inkább mi azt tartjuk most fontosnak, hogy 2005-ben és mondjuk 2010-ig, 2011-ig, amikor eldőlt, hogy nem pályázunk. Mármint az olimpiai helyszínére, hogy Budapesten legyen az olimpia. Igen, nem pályázik. Hát ennek a válság és azóta is elhúzódó okai fennállnak. De létrejött valami, ami érték. Tehát erőforrások. Elsősorban nagyon jó csapat, akik szeretnek együtt dolgozni, együtt gondolkodni, álmodni is néha. Létrejött egyfajta támogatói kör, hiszen akkor a olimpia eszmének, hogy rendezzen Budapest olimpiát, közvéleménykutatás szerint közel 80%-os volt az elfogadottsága. Maga is emellett volt? Hát miután az elnöke voltam ennek. A privát véleménye. Hogy nem, a többség akaratának engedett, mondjuk. Hát azt gondolom, hogy az, ilyenben az ember úgy áldoz saját időt, saját pénzt, hogyha Ha szívvel, persze. És hát főleg azt gondolom, hogy a kornak nem meg túl fiatal, de van egy előnye, hogy már jól rendelkezik az ember az erőforrásaival, tehát csak oda teszi, ahol tényleg szeretettel csinálja, és van eredménye. Szóval ezt az értéket, ugye két eset volt, vagy engedjük szétesni, vagy pedig ezen erőforrásokat egy új fókusszal, átmeneti új fókusszal hasznosítjuk tovább. És így alakultunk át alapítvánnyá. Létrehoztunk egy nagyon jó, magas, presztízsű ugye szakmai bizottságot. Kulcsák Krisztiánnal, Szalé Berzevici Attilával, mi vagyunk az alapítók, 11 tagú a kurátor. És ez magánpénz, ez a 35 millió? Igen, egyezek. Tehát áldoztak erre, hogy... Természetesen, és a kuratórium tagjainak ez az egyik fővállalása, hogy minden évben
egy adott összeget erre fordít erre. És akkor mire lehet pályázni itt az összegből? Tehát, hogy... Az összegből alapvetően olimpiai kerettagok, bármilyen típusú, tehát akár szakmai képzés, tehát szakmunkás, akár egyetemi végzettség. Van olyan, hogy szakmunkás szeretne valaki lenni az olimpikonok között, tud ilyet? Hát úgy teszem fel a kérdést, hogy egyetem van. Van-e szakmunkás képzés? Igen. Igen. Tehát, ha jól emlékszem, most olyan egynegyed, háromnegyed az arány, sajnos, de ez változni fog most a említett, vagy ismert ugye reformok vagy változtatások mentén. Én azt gondolom, ez a lényeg. Nem adtuk fel az eredeti célkitűzést, hogy egyszer majd olimpián legyen. Nem gondolom, hogy ez 2015, mert ugye így van a pályázatok ciklusa, de ezzel azt a optimizmust is kifejtettük, hogy azért Magyarországnak van esélye, hogy előbb-utóbb emelkedő pályára álljon. Hozzá kell tegyem, csak emlékeztető, hiszen akkor eléggé népszerűsítettük ezt, hogy egy olimpia megrendezési költségének 75%-a konkrétan Budapest esetében addigra úgyis aktuális infrastruktúrális fejlesztések, tehát út, vasút, hidak, közművek. Tehát semmi extra, az extra az a 25%, de az megtérül. És ebben a gazdasági válságos időszakban, években, amikor nem, hogy mindaz nincs, amiről beszél, de hát egy jó darabig szerintem ennek majd nyögjük az összes hátrányát, tehát nem tudom, hogy mikor beszélhetünk olimpiai pályázatról. Igen. Nem vagyok nagy vizionőr. És azt gondolom, hogy 2008-9-ben nagyon kevesen prognosztizálták, hogy 13-ban így beszélünk erről, és tényleg régiókat érintő a probléma, hogy itt látjuk az Európai Unió tagjainak a egymást szinte megfertőző problémáit. Én nem szeretnék jósolni, optimisták vagyunk mindannyian ebben a körben. Na de ön válságkezelő is szakmáját tekintve, tehát ehhez is nagyon ért, tehát ha most ezt... Én nem vagyok makrószakember, hiszen akkor nem ezekbe a székekbe ülnék. Azt gondolom, hogy a vállalatok válságkezelése az ezen hosszú periódus alatt azért rengeteget változott a cégkultúra, mindenki lesoványodott, ugye a Lean, mindenki megtette mindazt, amit lehetett. Ilyen hosszú, rossz gazdasági feltételek, hosszantartó hatása megszűri nagyon a vállalkozókat. Tehát azt mondja, aki ma talpon van, az már túlesett ugye több műtéten és több saját belső forradalmon és reformon. Ez a mostani bejelentés, hogy aktualizáljunk ki, az... Melyik bejelentésre gondol? A Nemzeti Bank ugye csomagjai. Azt gondolom, hogy alapproblémákat kevésbé kezel, hiszen egy cég nem lesz ettől hitelképesebb, de azt nagyon nagy lehetőségnek érzem, hogy egy eddigi körülbelül átlag, vagy 8%-os adósság, illetve kamatteher negyedére 2%-ra. Kettőre. Ez azt jelenti, hogy több tér marad fejlesztésre, munkaerőfelvételére, piacszerzésre, és az is fontos talán, hogy a rossz, kevésbé jó devizalapú hiteleket le tudják cserélni a vállalkozók is most ezzel a csomagnak a másik részével. 7000 milliárd ma ugye ez a vállalati hitelállomány, ezzel szembe áll ez a kettőnek 500 milliárdos alapja, de mindenképpen hoz egy kis mozgást ebbe a kicsit állóvíri, mindenki elmondta a szokásos panaszait, nincs hitelképességű vállalat, tehát mind a két oldalnak
ebbe azért ez egy kis mozgást okozni. Ön szerint törvényszerű volt ez a világválság? Mert most itt Ciprustól kezdve most a Spanyolországot épp a hírekbe hallottuk. Igen, én ingatlanul. Mert azt mondta, hogy nem egy nagy előrelátó, tehát 2008-ban ezt még nem nagyon látták. Hát én azt gondolom, hogy nem kevesen látták. Nyilvánvaló, hogyha látták volna, akkor sokkal kisebb áron, sokkal kisebb veszteségekkel lehetett volna ezt túlélni. Igen. A válság törvényszerű volt, ugye ingatlan alapú végül is egy teljesen nem valós értékek túlfinanszírozottsága. Ebből csináltak egy következő kategóriai terméket, ugye ezt becsomagolták. Tehát volt egy olyan rally, aminek előbb-utóbb vége kellett lenni, mint egy pilóta játéknak. És ma is az látszik azért, hogy ez a túlfújt luftballon, hol itt ugrik ki belőle egy kis pup, hol ott igazából fogyogat. Erre mondják, hogy ez a csontvázak, ahogy igen, kihestek a szekrényből. És az is látszik, hogy viszonylag véletlenszerűen ki hol tartózkodik, lehet, hogy éppen ő ráesik az, hogy na most akkor a 50%-át, sőt, ugye Ciprusnál még többet, ugye hajvágás és egyéb regulációk mentén elveszti a vagyonának. Na hát messze jutottunk az olimpiai mozgalomtól, meg a bombtól, de Nyúl Sándorral nem sokára onnan folytatjuk. Klubrádió. Tények, vélemények. Acélsodrony. Itt a Klubrádióban szombatonként délután 2 órától. Reklám. Autóra van szüksége? Béreljen a Yes Autorendtől. Skoda Fabia napi 3900 forint, havi 59000 forint plusz áfa. Különleges igényei vannak? Hívjon minket! Egyedi ajánlatot készítünk önnek. 0620 555 11 55 vagy www.yesauto.hu. Itt számít a véleménye. Gyors közvélemény kutatás a Klubrádióban. Az MLD-as hívással nem csak a tájékozódást, a Klubrádiót is segíti. A kérdés a mai napon a következő. Valóban csökkent a rezsie 10%-kal az elmúlt 3 hónapban? Hívja fel a 0691 334 001-es telefonszámot, és ha az ön válasza igen, az 1-es gombot nyomja meg. Ha nem, akkor a 2-es gombot. A hívásdíja 330 forint. Számítunk a véleményére. 0691 334 001. Reklám hangzott el. Klub délelőtt. Folytatjuk a beszélgetést Nyúl Sándorral, budapesti olimpiai mozgalom, egy alapítvány, a Magyar Sportért Alapítványról kezdtük a beszélgetést, és ha már a sportról meg arról beszéltünk, hogy azért ezek az olimpikonok a civil életben is lehessenek sikeresek, tehát a tanulmányaikat próbálják segíteni anyagilag, az jutott eszembe, hogy régen azért azt mondták, legalábbis az én gyerekkoromban, mert én is sportoltam, hogy akkor mehetek edzésre, meg akkor sportolhatok, ha jól tanulok, és becsúszott egy 4-es, 3-as, 2-es, akkor biztos, hogy eltiltottak az edzéstől a szüleim, tehát nem mehettem. Ezt nem tudom, hogy ma az olimpikonoknál, meg a sportolóknál hogy van, szerintem ez most egy kicsit háttérbe szorult, és első a sport, mert hát ma már egész más a sport, mint annak idején volt, és ezt csak azért mesélem ilyen hosszan, mert hát valamikor ön is nagy vívó reménység volt, az Újpestben játszott, hogy megfordult a fejében, vagy akkora tehetség volt, hogy akár az olimpiára is eljuthatott volna, vagy mert mindenki, aki sportol, az a végcél, vagy hol szakad meg ez a nagy álom. Igen. Egyrészt a bevezető gondolatára, hogy ugye azt látjuk ma, hogy gyakorlatilag a tömegsport része az ugye eltűnt a iskoláskorú fiatalok tornaórák vannak, de a vívásban látom, hogy jó a Szilágyi Áron aranyérmére. És egyre többen jelentkeztek. Felugrott, igen. Így van, felugrott a kezdők. De ami jellemző volt 60-as években,
hogy a gimnáziumokba oktattak vívást. Számokat nem tudok, de valószínűleg 10-szeres volt a klubok száma, és valóban abban a korban, amikor ő érettségi, a szülői felügyelet az odahatott, hogy eltilthatta. Ma sokkal leegyszerűsödött ebben a történet, mert úgy látom, hogy akik 18 éves korban sportolnak, azok már a profizmus közelében vannak, és ott már valóban úgy van, hogy ön mondja, hogy az dominál, hogy a teljesítmény, akár az iskolai teljesítményre, úgy is behozza majd. És maga mekkora tehetség volt a vívásban? Ez ugye önértékelés lenne. Én azt gondolom, hogy én vívtam 63-tól 73-ig, és egy csodálatos kiegészítése volt a gyerekkornak, hogy ez közhely, akkor rában utazni. Tehát de utazott is a vívás? Hát természetesen. De belföldön, nem? Külföldesen? Hogy mondjam, a ifjúsági magyar bajnok voltam, csapat magyar bajnok voltam, tehát nem, és akkor a ifjúsági világbajnokság például Chicagóban volt. Na, hát ez nagy dolog. Rengeteget utaztunk, persze volt baráti országokban, Minskbe, Romániában volt. Tehát minden, hogy mondjam, a versenyprogramnak évről évre megvannak ugyanazokban a városokban az adott verseny. Ez annak idején a családtól egy nagy anyagi áldozat volt, vagy akkor még ingyenes volt ez a dolog, vagy viszonylag olcsóan meg lehetett ugye úszni? Ez is ismert, hogy tudtak, tehát én most beszélek válogatott versenyzőkről, volt némi kalóriapénz, ami nagyon jó volt, és hogy abban az időben alakult ki a szerintem a későbbi sikeres magyar külkereskedelem alapjai, hiszen ezen a túrákon, de ez így volt, igen. És ezt kellene tagadni. Így van, tehát azt gondolom, hogy aki akkor vállalatot kerettagként éves szinten volt mondjuk, hogy 8-10 túrája viszonylag jó színvonalon, és a szülőktől függetlenül jó színvonalon. Maga mivel kereskedett annak idején? Farmer nadrág, cipő, vívók pengével sokat. A sportoló barátaim mesélték, hogy volt olyan, hogy hozták a vonaton, és jött a füles, hogy jönnek a vámosok, és ipari mennyiségeket kellett az ablakon kihaigálni, hogy ne bukjanak, meg valaki felnyomta őket, mert hát mindenki tudta, hogy hozzák viszik. Tehát ez legálisan működött a nagy illegalitásban, hogy igen. Becsempészték. Hát legalábbis, amit én tapasztaltam, hogy ugye, hogy beszéltünk az egyetemi vizsgáztatók kvázi lojalitása az itt is megvolt, hiszen egy sikeres világbajnokság vagy verseny után magyar meleg. Szóval nem volt az olyan iszonyúan szigorú, és ezzel nem akarom őket most vádolni semmivel, de ez akkor így működött. Ugye, de mondjuk annak idején a maga szülei megengedhették volna maguknak, hogy akkora áldozatot hozzanak, mint mondjuk manapság egy tehetséges olimpiára készülő sportolónak? Megengedhették volna. Tehát jól álltak a... Igen. Mivel foglalkoztak a szülei? Édesapám, az sose államosították. Nem. Tehát ő megúszta, tehát végig... Mi volt? Privát. Neki egy szabósága volt, ráadásul fönt a Sashegyen, tehát csak az ment ott, nem, tehát úri nem a közönsége válti, volt. Nagyon válogatott közönsége volt abban az időben, aki akkor mondjuk angol öltönyt hordott, tehát ez tényleg egy szűrő volt, rengeteg zenész, művész, nagyon kevés politikus volt. Ez mire ment ki? Hát akkor olyan nem is, tehát hogy mondjam, a Kádár János puritanizmusa mellett nagyon kevesen... Tehát nem ő csináltatta az öltönyt, igen, ezt az angol mondom, öltönyt, igen. Hogy azért ott a stílus kiadott. Gyerekkoromról ezek az emlékek voltak, hogy a Pegaladártól tudom... Ismerte ezt a kört gyerekkorából, ezt a művészkört? Igen, mondom, hát ahogy jártak, mint a évente csináltattak egy garnitúra ruhát, és akkor én néztem, hogy... És magának nem volt semmi kézügyessége a varráshoz, vagy érzéke?
Hát én azt gondolom, hogy ott mi akkor egy olyan generáció voltunk talán, hogy mást akartunk, mint a szüleink. Tehát akkor ön első generációs értelmiség is? Igen. Tehát mást tanulni akartunk, vívni akartam, a édesapám inkább azt a pályát, hogy folytassam az ipart, Váci utcában legyen 2-3 üzlet, tehát az volt a B opció, én megértettem, ugye az ő életútjának ez egy teljesen logikus. Ezt minden édesapa ezt szereti, főleg a sikeres. Igen. Így van, úgyhogy ez így alakult, de végül is nem nagyon ellen ezt a vívást, ezt eldobott időnek tekintette, de végül is azt gondolom, hogy ez az anyagi önállóság, amiről beszéltünk, ez megteremtett az, hogy végül is saját magam választottam tovább tanulást, tehát egyfajta szabadságot is önállóságot. Ön egy nagyon hűséges típus, mert 1973-ban a Demjánféle birodalomba letette a voksát, és azóta is ott dolgozik, de itt van egy legenda, amit talán elmesél, és tényleg legenda, hogy a felvételi az egy sakkparti volt, ez igaz, vagy ez csak egy... Ez teljesen igaz. De ez hogy kellett? Ezt azt gondolom, hogy a Sándor egyéniségéből fakadt. Tehát ő akkor kell... Ő vette föl magát? Igen, persze. Ő akkor ugye megálmodta. Ez még a skála volt? Ez maga a skála volt. Írunk 73-at. Így van. Mi azt ő nem tudta, hogy a vívók között nagyon népszerű volt a sakk. Két asszok között levezetésként ilyen snellpartik voltak, 200 forint. Akkor, tehát csak a sakkozott, aki jó eséllyel nyert, hiszen deficit lett volna, volt sok másodosztály sakkozó jó között, és a Sándor ugye akkor már megálmodta, és elkezdte a szövetkezetektől, 400 szövetkezettől szedtük össze a pénzt a Skála Budapest áruházra, és volt egy titkárnője, és a Szövosz székházba. Én akkor államvizsgáztam, és két lehetőség lett volna, az egyik az akkori minisztériumban titkárságvezetőnek, és nagy hajam volt, nem voltam egy ilyen nagyon konszolidált és ez volt a B opció, egy nagyon kedves oktatóm, tanárom irányítottak, jött személyesen ismert, és késő este readott időpontot. Nagy hajjal ment? Én neki is nagy hajjal volt. Nem. Tehát ő is egyetemistaként oda. Sőt, azt hiszem úgy is kommentálta nekem akkor hogy hasonló. Tehát, hogy hasonló. Ez tényleg nem a szokvány. Uh-huh. És kérdezte, tudsz-e sakkozni egy kötőszóval? Meg tudod? Persze. És akkor játszottunk némán 2 órát, és ma is azzal zikálom, hogy igazából mind a 2 parti az remi lett, tehát döntetlen, a gyerek akkor sem vett volna föl valószínű, vagy de most ez egy csúnya dolog tőlem, de ez volt a sztori tényleg. És akkor mondta, hogy hétfőn gyere dolgozni. Tehát aki nem tudott sakkozni, az nem, hát nyilvánvalóan ez nem így. Akkor ez volt az ő hangulata, hogy már túl volt, nem tudom, 70 tárgyaláson, és este akart lazítani, és gondolta, hogy ahelyett, hogy fölteszi a szokvány, ma ugye HR tesztkérdéseket. Maga mondjuk, hogy felvételiztet, ha valakiről tudni akarja, hogy... Rábízom a szakemberre. Tehát nem most találkozik. Dehogy nem. Tehát ők előszűrik. Na de amikor már maga elé kerül az a 2-3 ember. És akkor is én csendbe ülök és figyelek. De nem mond semmit. De én is belekérdezek nyilvánvalóan, de ők ezt annyira profin, ez most egy szakma, ugye, és akkor hagyom, hogy ő kérdezze, és ha nem csak nekem kommunikál, hanem harmadik felé, sokkal több gesztust le tud az ember venni, mennyire van zavarba, és így tovább. Tehát nekem ez a módszerem, hogy hagyom, hogy a HR-es kérdezze, nyilván belekérdezek, vagy megpróbálom belezavarni, hogyha az ő tárgyalási állóképességére vagyok kíváncsi, de én inkább neutrális vagyok. Köszönöm szépen Nyúl Sándornak. Köszönöm szépen.